Sűrűségmérés areométerrel. Oldatok sűrűségét többféle eszközzel mérhetjük meg. Ezek közé tartozik az areométer is, amely egy úszó sűrűségmérő eszköz. Az areométerek az esetek többségében hőmérővel is ellátottak. Így nem csak az oldat sűrűségét, hanem egyben a hőmérsékletét is mérhetjük. Az areométer alján találjuk a hőmérő higganyzsákját, amelyből kapillárison keresztül emelkedik fel a higganyszál. A higganyzsák felett ólomgolyókat találunk, amelyek egy színezett gyantával vannak beragasztva az areométer aljába. Az areométerben lévő levegő és ólomgolyócskák arányával kalibrálják az areométert gyártáskor. Ezek felett helyezkedik el a hőmérsékleti skála, amelyről leolvashatjuk az oldat hőmérsékletét. Az areométer tetejében találjuk a sűrűségmérő skálát. Az areométert az oldatba való behelyezésekor lenyomjuk amennyire tudjuk, majd pörgetve engedjük, hogy felússzon. Ez azért fontos, hogy az areométer eltávolodjon az edény falától minden irányból. Ha az areométer nyugalmi állapotba kerül, többet nem mozdíthatjuk, és leolvassuk szemmagasságból a folyadék felszíne által jelzett sűrűséget a skáláról. Ha az areométer hőmérője termikus egyensúlyba került az oldattal, akkor leolvashatjuk az oldat hőmérsékletét is. A hőmérsékleti skáláról.